Mit szól hozzá, hogy elég sok szál vezet a Fideszhez az NV-nél történt balhé kapcsán? Lehet, hogy ez a MSZP-nek volt érdeke, egy ilyesfajta balhé elsősorban. Most azt állít, hogy az MSZP-sek hívtak oda a kupaszokat, Kubatov azt Gábor embereit? Nekik volt érdekük, úgy látszik a... De én nem ezt kérdeztem. Ki fog derülni, hogy ha valakihez közük van, akkor kihez van közük. Szerintem mit kerestek ott Kubatov Gábor emberei? Nem tudok róla, hogy Kubatov Gábor emberei lettek. A sajtóban azért megjelent már fotó, amiben, az, amiben az ő cégének a mellényében vannak. Beszél Kubatov Gábor? Még nem, de most megkeresem, ha megengedik. Most minden jót kívánok. Nincsenek információ, ilyen pontos információ. De hát azért lehet tudni most már egy-két dolgot, hogy lassan egy hét után. Sajnos az kevés ahhoz, hogy én biztosat tudjak mondani. Kubatov Gáborral fog esetleg a KDNP értekezni, hogy mégis hogy kerültek oda az emberei? Nem az én ügyem, hogy ezzel foglalkozzak. Mit szól hozzá, hogy egyre több szál vezet a Fideszhez az ott történtektől? Hallgatási fogadalmat tesz? Ami ott történt, az nekem nagyon nem tetszett. Kubatov Gáborral beszélt az ügyről? Én nem találkoztam Kubatov Gáborral. De az mit szól, hogy elég sok szál vezet a Fideszhez abból a balhéból? Én meg úgy hallottam, hogy a baloldalhoz vezetnek a szálak. Tényleg mit hallottak? Ezt ossza meg a nyilvánossággal. Uram. De mit hallott? Most nem mondja el? Most nem fogja kikapcsolni a gravitációt itt a Fidesz kongresszuson? Hát egyrészt hiába kérdez hülyeségeket, azt kérném inkább, hogy a hülyeségeket adja le, hogy mindenki tudja meg, hogy milyen hazudósa. Mi nem tetszett abban, ami ott történt? Az egész, semmi nem tetszett belőle. És mit szól hozzá, hogy azok közül a kopaszok közül páran Kubatovnak az alkalmazottai állítólag? Hát az állítólagot nem tudom értelmezni. Az ő cégének a mellényében vannak. Nem fogtál mi? Nem válaszol kérdésekre? Ez az új stratégia, hogy nem válaszol? Nem mondja el, hogy mit hallott arról, hogy mi vezet a baloldalhoz? Én így hallottam, magam. De mit hallott? Ezt nem mondja el? Elbeszélgetnek Kubatov Gáborra, hogy hogy kerültek oda az emberei? Kérdőre fogják vonni? Nyilván, hogy bárki vizsgálódik, meglátja, hogy van-e bármilyen ilyen valós megalapozott vár, vagy nincs. Az NVI és a bizottság is a miniszterelnök úrtól megbízást kapott, hogy vizsgálja ki és tegye javaslatot arra, hogy a népszavazás intézménye visszanyerje a régi fényét. Ez világos, de mit szól hozzá, hogy egyre több szál vezet a Fideszhez erre? Nem válaszol. Gondolom, hogy így lenne. Ezt a rész szerint meg fogja kérdezni Kubatov Gábort erről? Én személy szerint ezzel nem foglalkozom, de az MLS biztonsági apparátusa foglalkozik a kérdése. UFO-kkal van kapcsolata? Kivel? UFO-kkal. Hát képzelje, azzal sincsen. De magának biztos van, mert különben ennyi hülyeséget nem tudnak kérdezni. Én mit gondol arról, ami ott történt? Változtatni kell a törvényen, ilyen helyzet még egyszer ne legyen, ami hát ez vezet. Csinálták a törvényt. Hát változtatni fogunk rajta, hogy ne legyen ilyen helyzet. Most beismerés annak, hogy rossz törvényt csináltak? Hát nyilvánvalóan az MSZP már egy éve, két éve próbálkozik, hogy valamit ott beadjon, nem sikerült neki. Ebből keltődött egy ilyen nagy feszültség. Sikerült beszélni Kubatovóra? Nem, sajnos nem, de csütörtökig hát a sikerül. Várom magukat csütörtökön, minden jó? Szaros lábat tapossátok a demokráciát, te szégyen! Te szemét! Szégyeljétek magatokat! Ez az új stratégia? Valaki megkérte, hogy egy szót se szóljon? Többi újságírótól azt hallottam, hogy nem szólál meg. Ez az új stratégia? Valaki mondta, hogy ne szóláljon meg? Nehéz megállni, hogy nem mondjon semmit. Ez szép, hogy a demokráciás áruslába, te szemétlába.